Hát eddig eljutottunk addig, amíg a mai napon terveztünk eljutni. De az az igazság, hogy én nem akartam most itt sokkal mélyebben belemenni semmibe. Az a helyzet, hogy annak nem sok teteje lett volna, hogyha a Nagiosznak minden egyes beállítási paraméteret megbeszéljük. Teljesen felesleges. Azt gondolom, hogy ha valaki elkezdi használni, akkor úgyis konkrét problémákkal fog szembe találkozni, amit nagyon praktikus majd úgy megoldani, hogy utána olvastok. Utána azt gondolom, hogy minden olyan információt elmondtam, amire szükségetek van. Úgyhogy akkor most még beszélünk egy olyan dologról, ami nagyon hasznos, és nagyon sok esetben segít nekünk abban, hogy a későbbiekben hálózati problémákat tudjunk elhárítani, védelmet tudjunk építeni, illetve sokszor az üzemi problémáinknak az elhárításában is tud segíteni, erről majd beszélünk. Most ezen a slideshow még dolgozom egy kicsit. Eredetileg azt gondoltam, hogy csak egy nagyon picit fogok beszélni a csomagszűrőről, most nagyjából azt gondolom, hogy egy órám azért lesz rá. Úgyhogy először engedjétek meg, hogy egy nagyon pici bevezetést adjak abból, hogy hogyan néz ki egy rendszernek a hálózati biztonsága, és hogy hogyan lehet szűrni a átmenő forgalmat. Anélkül elég nehéz megérteni igazából azt, hogy a csomagszűrő pontosan mit csinál és hogyan csinálja. Szóval az első dolog, amiről beszélni fogok, az az, hogy hogy is kommunikálnak a számítógépek. Ez csak egy ilyen nagyon-nagyon rövid kis áttekintés lesz. Csak annak érdekében, hogy tudjuk, hogy akkor, amikor egy csomagszűrő különböző szűrő beállításait megadjuk, akkor pontosan mi történik a háttérben. Hogyha ezt nem értjük, akkor úgy elég nehéz értelmezni. Az első dolog az az, hogy ami a két gép között át akar menni, az lényegében az csak az alkalmazás szintű adat. Az alkalmazás szintű adat, ami tulajdonképpen mondjuk a webböngészőnk és a webszerver közötti információ, de ahhoz, hogy ez megfelelően el tudjon menni, ahhoz egyszer becsomagolódik, attól függően, hogy milyen protokoll szállítja TCP vagy UDP keretbe, aztán becsomagolódik egy IP keretbe, aztán pedig a szállítási rétegben valamilyen, mondjuk általában az esetek legnagyobb részében Ethernet keretbe. Ezek keretek, ezek különböző információkat tartalmaznak arról, hogy hová szeretném, hogy eljutna az a bizonyos információ, és egyébként olyan kiegészítő kontrollinformációk is vannak benne, aminek a segítségével például a TCP protokoll tudja biztosítani azt, hogy minden adat megérkezik legalább egyszer, és pontosan egyszer, és a megfelelő sorrendben kerülnek át az adatok a másik oldalra, és nem csak úgy össze-vissza valahogy. Az UDP például nem garantál semmi ilyesmit. Tehát az egyik dolog az az, hogy a hálózaton menő adatok, azok egyrészt az értékes adatokat tartalmazzák, és még van egy csomó kontrollinformáció, és akkor, amikor tűzfalról beszélünk, akkor lényegében olyan szoftverrel, olyan eszközökről beszélünk, amelyek egyrészt az értékes adatok, másrészt pedig a köré rakódott egyéb kontrollinformációk alapján bizonyos fajta hálózaton átáramló adatokat ki tud kapcsolni, ki tud szűrni, illetve bizonyos feltételek mellett módosítani. Az a helyzet, hogy üzemi szempontból nektek a módosítani az érdekesebb, de egyébként hálózati biztonsági szempontból a kiszűrni nyilván az, ami igazán érdekes. Ezekről majd pontosan fogok beszélni annak idején. Most egy nagyon picike kis kitekintés, hogy hogy is néznek ki ezek a keretek. Hát a manapság a leggyakrabban használt szállítási protokoll az az internet protokoll, amely lehetővé teszi azt, hogy meg tudjunk címezni az interneten egy gépet. Most a privát hálózatokról engedjétek meg, hogy megfeledkezzek. Tételezzük fel, hogy minden címet lát, az egyszerűség kedvéért. Így egy IP csomagban benne van az, hogy ki küld és kinek küld adatot. Ez az információ, amikor majd a csomagszűrőről fogunk beszélni, amikor a tűzfalakról fogunk beszélni, akkor a legfontosabb és legérdekesebb információk egy IP csomagban, hogy kitől és hová megy. A többit azt most egyelőre hagyjuk. A következő, minden egyes csomagnak, az IP csomagoknak van egy olyan információja, hogy milyen protokollt tartalmaz. Ez a protokoll, hogyha megnézitek, itt az előző ábrán látszik, bocsánat, itt látszik, hogy ez egy 8 bites érték, itt van.
ez a protokoll információ, ez lényegében azt mondja meg, hogy a 256 különböző protokollból ez most pont melyik. Ebből nektek valószínűleg ismerős a TCP protokoll, az UDP protokoll, illetve az ICMP protokoll. A leggyakrabban egyébként ezeket szoktuk használni. Tehát ez még egy fontos információ az IP csomagban. A következő már az IP csomag belseje. Ugye leggyakrabban UDP és TCP csomagokat használunk, ezeknek is nézzük meg, milyen fontosabb információi vannak. Az UDP-nél lényegében a forrásport és a célport az, ami a leginkább érdekes. Bocsássátok meg nekem, hogy ez ilyen hipermagyarított slide. Mire az Iliászra kerül, már ez nem fog kapunak neveződni. Elnézést kérek. Tehát a lényeg az, hogy az UDP csomagban megmondom azt, hogy milyen portról, milyen portra megy az információ. Ez is később majd, amikor a szűrést fogok végezni. Ez egy olyan információ, ami alapján el lehet dönteni, hogy engedhető-e az adott forgalom. A következő TCP csomag. Egyébként a helyzet az, hogy az UDP-nek amúgy is viszonylag kicsi volt a jelentősége. Eléggé szolid UDP kapcsolatot szoktunk a hálózaton látni. Főleg egyébként DNS-nél van tipikusan UDP kapcsolat, de manapság már a voice over IP, meg a különböző streaming szolgáltatások is egyre inkább mennek át TCP-re. Noha a TCP nem praktikus ezekre a szolgáltatásokra, viszont a TCP sokkal könnyebben átmegy a tűzfalakon, ezért aztán a legtöbb esetben, ha egy szerver fejlesztője megteheti, akkor mondjuk 443-ra teszi az akármit. Mindent oda tesznek, mert az általában át szokott menni a tűzfalakon. Úgyhogy annak idején még régebben az ilyen videó, meg hangstreaming, az UDP-n keresztül ment praktikusan, hiszen az UDP az ugye olyan, hogy küldjük az adatot, aztán vagy odaér, vagy nem. De ez nem baj, mert a túloldalon meg olyan kodekek fogják összerakni a hangot meg a képet, ahol, hogyha elveszik néhány csomag, semmi baj, maximum egy kicsit mockásabb lesz a kép vagy a hang. Na, de ma már a TCP, lényegében az internetes kommunikációnak a masszív túlnyomó többsége az TCP. Nézzük, hogy milyen fontos paraméterei vannak. A TCP-ben is van forrás meg célport, ezzel lehet, lényegében a célporttal lehet megcímezni a szolgáltatást, amit el akarok kérni a túloldalon. És még egy nagyon fontos dolog van, amit szeretnék külön kiemelni, ez egy bit, az a neve, hogy szín. Amikor azt mondom, hogy színes csomag, akkor az azt jelenti, hogy olyan csomag, amelynek az a bitje egyesbe van állítva. Oké? Okay? Na, nézzük a TCP-t. Az UDP-nél nincsen kapcsolat. Az a fogalom, mint szabványban leírt fogalom, nem létezik. Ott az van, hogy küldözgetnek a gépek egymásnak csomagokat, és aztán utána a másik, ha megkapja, akkor csinál vele valamit, vagy nem. A TCP esetében van egy kapcsolat fogalom, amely azt csinálja, hogy miután az egyik gép szeretne kezdeményezni egy TCP kapcsolatot a másik felé, akkor elindít egy ilyen kapcsolatfelépítési kérést. Ezt egyébként úgy hívják a felépítését a kapcsolatnak, hogy három utas kézfogás, vagy three-way handshake. Ez a három utas kézfogás, ez lényegében egy színes csomag elküldéséből áll, hogyha a szerver oldal, vagy nevezzük úgy inkább, hogy a másik oldal kész fogadni a kapcsolatot, akkor ő visszaküld egy színackot. Tehát egy olyan csomagot, amiben a szín és az ack bit be van billentve, és erre a kezdeményező visszaküldi ack csomagot. Ezzel lényegében felépült egy TCP kapcsolat. Miért érdekes ez? Abban az esetben, hogyha egy hálózatban feltételezzük, hogy nem megpiszkált gépek vannak, ezt azért érdemes kiemelni, mert hogyha az IP-sztekket módosítják, akkor elvileg színes csomag nélkül is fel lehet építeni egy TCP kapcsolatot. Elvileg, mondom. Normális esetben nem csinál ilyet egy számítógép, de hogyha egy vírus módosítja az IP-sztekét, akkor csinálhat. De tételezzük fel, hogy nem csinál. Ebben az esetben viszont azt kell mondjam, hogy ha a tűzfal kiszűri az olyan színes csomagokat, amik nem engedélyezett forgalmat indítanának, akkor azzal lényegében kiszűrte az összes nem engedélyezett forgalmat. Világos? Hát, ha nem hagyom, hogy felépüljenek a kapcsolatok, akkor nem fog keresztül menni semmilyen felesleges forgalmat. Ezt azért, hogyha több időnk lenne, akkor finomítanám,
mert ez még bőven teret enged mondjuk a port scan, meg OS fingerprinting, meg hasonló dolgoknak, akkor ugyanis tudnélik nem színes csomagokkal indulnak a kapcsolatok, hanem valami mással. Nagyon könnyen elképzelhető, mondjuk az Elmet nevű szoftver, ami egy ilyen hálózati letapogató szoftver, az fel van készítve arra, hogy nem színes csomagokkal indítson TCP kapcsolatot, vagy letapogatást, hanem valami egész mással. És aztán megnézi, hogy a másik oldal mit válaszol rá, és mondjuk tipikusan, hogyha egy szerveren egy IP port, vagy bocsánat, egy porton figyel egy szolgáltatás, akkor az TCP resetet fog visszaadni, hogyha nem figyel egy szolgáltatás, akkor meg ICMP port managerét fog visszaadni. Tehát egy nem szabványos kapcsolatfelépítéssel is meg tudjuk nézni, hogy figyel egy porton valami. Na, ebben most nem menjünk nagyon bele. A lényeg az, hogy a kapcsolatfelépítést ezt nagyon praktikus, hogyha felidézzük a emlékezetünkben. Egy színes csomag, színack, és utána jön egy ack. Na, akkor most beszéljünk egy picit a tűzfalakról. Engedjétek meg, hogy a tűzfalakról beszéljek, de később majd meg fogjátok látni, hogy nem kifejezetten tűzfalakról szól ez a része az előadásnak. Ez egy védelmi rétegről szól, amely többek között alkalmas tűzfalak kialakítására is, de egyébként egy csomó praktikus funkciója van. Nagyjából azt mondanám, hogy olyasmi, mint az SSH, hogy az SSH-nak alapfunkciója az, hogy biztonságosan be tudok lépni egy másik gépre, de ugyanakkor lehetőséget ad nekem arra, hogy a szerveren ne kelljen PHP MyAdmin-t feltennem, mert egy TCP port forward segítségével az lehet itt nálam, és akkor nem kell azzal veszélyeztetnem a rendszer. A csomagszűrő esetében az a funkció, hogy én egy többlábú gépen tűzfalat tudok vele készíteni, ez egy nagyon praktikus és kiváló védelmi réteg, ugyanakkor viszont egy önálló szervernél is nagyon jól használható funkciói vannak a csomagszűrőnek, mert majd meg fogjátok látni, hogy ez se csak csomagszűrő, hanem attól sokkal több. Oké, akkor most nézzük egy picit, hogy hogy is néz ki egy ilyen tűzfal. Hát ugye alapvetően a tűzfal az arra jó, hogy meghatározza, hogy ilyen absztrakt módon fogalmazzon meg, hogy két darab hálózat között az áthaladó forgalmat a szabályozza. Egy bizonyos meghatározott ilyen szabályrendszer szerint. Ez, amit itt most felrajzoltam, ez lényegében egy tűzfal nélküli állapot, amikor a két hálózat rész az teljesen kontrollálatlanul beszélget egymással. Nyilván nem tudjuk megállapítani, hogy ki a támadó, és hogy hozzá tud-e férni a szerverhez, vagy nem. Nem is tudjuk kiszűrni. Abban az esetben, hogyha lenne nekem egy egyetlen ponton, és minden hálózati kapcsolat azon az egy ponton keresztül áramlana keresztül, akkor hogyha lenne olyan eszközöm, olyan szoftverem, amivel az átáramló adatokat tudom kontrollálni, akkor azzal lényegében meg tudnám oldani, hogy a szoftver okosságától függően egyre profiban meg tudnám védeni a védendő zónámat a támadó zónától. Tehát az első alapvető lépés, hogyha össze tudom terelni a forgalmat egy pontra, és azt kontroll alatt tudom tartani, akkor annak a segítségével meg tudom oldani a hálózatnak a szűrését. A következő dolog, hogy valójában, mivel a tűzfalak azok valamiféle számítógépek, egyébként manapság egyre gyakrabban valamiféle PC-szerű számítógépek, speciális eszközökkel, tehát van, ami úgy néz ki, mint egy router, sok-sok lába van, meg különböző hálózati interfészei, de végül is valahol mégiscsak egy számítógép, és egyébként nem ritkán meg valódi szerver, klasszikus szervergépekből csinálnak tűzfalat, így aztán ezeknek a teljesítménye az általában bőven több, mint hogy kettő darab interfész között szűrje az adatokat. Ezért a legtöbb esetben nem kettő interfésze szokott lenni egy tűzfalnak ma már, hanem jóval több. 4, 16, akármennyi, 100. Ezért aztán, hogyha egy valós tűzfalat szeretnék lerajzolni, akkor az nem úgy fog kinézni, hogy két darab zóna és egy darab tűzfal, hanem egy tűzfal és valahány darab zóna körülötte. Ez már egy kicsit életszerűbb, egy ilyen kicsi cégnél teljesen reális az, hogy van egy külső, mondjuk az internet, van egy nagyon védett szerverzóna, van egy nagyon nem védett, ezt úgy nevezik, hogy DMZ, ez a katonai fogalomból a demilitarizált zónából jön, és van egy ilyen közepesen védett zóna,
ami meg mondjuk a hivatali gépeknek, vagy, vagy az irodai gépeknek a zónája. Tehát így néz ki egy valós tűzfal. Most akkor beszéljünk egy kicsit úgy általában a tűzfalakról. Az a helyzet, hogy a egyszerűen fogalmazva három osztályra sorolható a tűzfalak, tehát osztályba sorolhatók a tűzfalak. Az első osztályt azt nagyon sokan nem is nevezik tűzfalnak. Ez egyébként lényegében ma az összes létező számítógépen elérhető, beleértve a mobiltelefonokat, meg a kábelmodemeket, meg a wifi routereket, meg mindent. Ez a csomagszűrő. A csomagszűrő az lényegében egyébként ez a packet filter angolul, vagy úgy is nevezik a screening router. Ezek a csomagszűrők, ezek egy nagyon-nagyon primitív funkcionalitást nyújtanak. Azért is van az, hogy a biztonsági szakemberek legnagyobb része nem is nevezi tűzfalnak, mert igazából csak egy nagyon-nagyon szűk szűrési lehetőséget ad. Az a szűk szűrési lehetőség, az nagyjából az az információ, amit korábban elmondtam nektek, hogy egy adat, miközben átad a hálózaton körbe van véve egy TCP vagy UDP kerettel, az körbe van véve egy IP kerettel, az körbe van véve mondjuk egy Ethernet kerettel, ezekben vannak paraméterek, és ezek alapján a paraméterek alapján tud egy csomagszűrő általában szűrni. Ennek van egy óriási hátránya, a csomagszűrők azok nem képesek egy hálózati adatkapcsolatot egyben kezelni, egy egységként. Akkor, amikor két darab gép kommunikál egymással és egy TCP kapcsolaton beszélgetnek, akkor annak ugye természetes első lépése a színes csomag, második lépése a színack, harmadik az ack, és utána pedig adatcsomagok jönnek mind a két irányból. Majd a végén le fogja bontani mind a két oldal a kapcsolatot. Hogyha tudnám ezt egybe kezelni, akkor ez ugye egy egység lenne, de a csomagszűrő nem tud ilyet, ő minden egyes csomagnál csak azt tudja megnézni, hogy mi a forráscím, mi a célcím, mi a forrásport, mi a célport. Ezért egy csomagszűrőben soha nem lehet azt megcsinálni, hogy nem engedek át olyan csomagokat, ami nem is érvényes kapcsolathoz tartozik. Mert nem tudom, hogy érvényes-e a kapcsolat. Tehát egy TCP kapcsolatban adatcsomag csak úgy lehet, hogyha korábban volt egy szín-szín ack, meg egy ack, de a csomagszűrő ezt nem tudja, mert ő neki nincsen ilyen táblázata, úgyhogy mindig a forráscím, a célcím, a forrásport, a célport alapján dönt. Ez egy nagyon kis tudású, és hát meglehetősen keveset tudó dolog, ami egyébként nagyon sok esetben használható még így is. Mert van egy csomó olyan protokoll, ami egy darab TCP portot használ, és az égvilágon semmi extra nincs benne, ott nincsen probléma vele. Viszont, hogyha megnéztek mondjuk egy NFS-t, vagy FTP-t, vagy bármilyen multiplexált protokollt, akkor azt fogjátok látni, például az Oracle-nek az egyik hálózati átviteli protokollja is ilyen, azt fogjátok látni, hogy csomagszűrővel lényegében nem lehet kiszűrni, mert hogyha azt akarom mondjuk egy FTP esetében, hogy átengedjek egy FTP kapcsolatot, akkor majdnem azt kell csinálnom az adatcsatorna miatt, hogy össze kell nyitni a két hálózatot. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rossz, és nem igazán jól használható. Ezért aztán továbbfejlesztették az elképzelést, és csináltak állapottartó csomagszűrőket, ami röviden összefoglalva azzal több, hogy ő neki kapcsolat fogalma már megjelent, és innentől kezdve az állapottartó csomagszűrőnek van egy táblázata, hogy milyen élő kapcsolatok léteznek. Azért beszélek erről, mert a Linuxban lévő csomagszűrő, vagy tűzfal kiegészítő, az egy ilyen állapottartó csomagszűrő, és egyébként ennek folyamánya, hogy a mobiltelefonotokban, meg a wifi routereteken, meg a kábelmodemeteken is ez van, mert hogy azokban tipikusan Linux szokott lenni. Úgyhogy mit csinál az állapottartó csomagszűrő? Erről mindjárt egy kicsit bővebben beszélek, de engedjétek meg, hogy még az utolsó családot is ismertessem, az az alkalmazás szűrő tűzfalak. Amikor azt mondtam, hogy csomagszűrő vagy állapottartó csomagszűrő, akkor általában csak a keretben lévő információkat elemzem. Az a tartalom, tehát amit ténylegesen az áthitt adat, annak az elemzése az nagyon-nagyon részlegesen vagy egyáltalán nem történik meg. Pedig az egy nagyon fontos információ, ott még lehetne növelni a biztonságot,
és ennek a megoldására léteznek olyan tűzfalak, amelyek viszont alkalmazás szintű elemzést végeznek, és az alapján hoznak döntéseket. Ebből egyébként ma egy magyarországi ilyen fejlesztés az egyik legjobb, azt úgy hívják, hogy ZORP, amelynek ma létezik szabad szoftver változata is, bár őszintén szóval, amennyire tudom, az egy viszonylag limitált dolog, tehát hogyha igazán komoly funkciókat akar valaki, akkor az általában a licences megoldást kell, hogy válassza, de létezik ilyen, és bizonyos funkciókra használható. Tehát az alkalmazás szűrő az az alkalmazás protokollokat szűri, úgy mint HTTP, FTP, NFS, akkor Voice over IP, és így tovább. Ami az állapottartó csomagszűrő, az viszont főleg a keretben lévő információkat fogja értelmezni. Akkor az állapottartó csomagszűrőnek a jellemzőiről, hát milyen előnyei vannak? Rendkívül gyors. Az a helyzet, hogy a TCP csomagnak, az IP csomagnak a felépítése az egy nagyon-nagyon precízen ismert dolog, nem dinamikus méretűek. A keret az nagyon egyszerűen egy, hogy ilyen programozósan fogalmazzak, egy statikus rekordot rá lehet húzni a keretben lévő információkra, és ki lehet venni belőle az adatokat. Tehát nem kell felparszolni, meg semmilyen varázslátot csinálni, egyszerűen fogom, és kiolvasom belőle a 6. bájtot. Tadá, kész. Ezért aztán rendkívül gyorsan információkat lehet kivenni belőle, és ezeket az információkat leellenőrizni szintén nagyon egyszerű. Egy forráscím az 4 byte. Nagyon könnyen lehet összehasonlítani. Egy csomó információt kivenni és összehasonlítani és feldolgozni, ez nagyon egyszerű, az egész nagyon gyors. Lényegében akármilyen picike számítógéppel, szinte akármilyen nagy hálózati eszközöket ki lehet tömni. Tehát nincsen olyan, hogy a tűzfal processzora miatt nem tud átmenni rajta a megfelelő sebességű hálózat. Ez mondjuk nagyon-nagyon-nagyon ritkán elérhetjük azt a szintet, de ez marginális. A következő milyen előnyei vannak? Hát amellett, hogy ő neki van kapcsolatfogalma, bizonyos fajta protokolloknál képes összefüggéseket teremteni a hálózati kapcsolatok között. Az FTP az egy kiváló példa erre. Az FTP protokoll az úgy működik, hogy van neki egy adatcsatornája, meg egy parancscsatornája. A parancscsatornán a kliens és a szerver megbeszéli azt, hogy hol fognak adatcsatornát nyitni, és utána egy másik portról vagy visszafele, vagy odafele fog megnyílni egy másik TCP kapcsolat. Azon fogják átvinni az adatokat. A csomagszűrő esetében ezzel a csomagszűrő nem tudott mit kezdeni. Ő nem elemezte az adatot, ami benne volt az alkalmazás szintű protokollban, így aztán nem tudott ezzel mit kezdeni. Az állapottartó csomagszűrőnek, ha van FTP protokoll elemző része, már pedig mondjuk a Linuxénak van, akkor meg tudja azt csinálni, hogy legalább olyan szinten elemzi a parancscsatornát, hogy megnézi belőle, hogy hol lesz majd az adatcsatorna, és azt hajlamos szépen hozzákötni az előző kapcsolathoz. Így át tudjuk engedni az FTP-nek az ilyen kiegészítő csatornáit, és nyilván minden olyan protokollnak, ahol kiegészítő csatornákra van szükség, és az állapottartó csomagszűrőnk fel van készítve az ő elemzésükre, ott is meg lehet csinálni ezt az elemzést. A következő bizonyos szinten, protokoll szinten is be tud avatkozni, de azt gondolom, hogy ez nem a legnagyobb erőssége, úgyhogy talán akkor ezt ne feszegessük. Az a helyzet, hogy bizonyos változtatásokat lehet protokoll szinten végezni az átvitt kapcsolatokon, de inkább foglalkozzunk a gyakorlati példával, jó? A következő milyen hátrányai vannak? Hát ez már inkább ilyen programozás technikai kérdés. A csomagszűrőhöz képest lényegesen nagyobb az állapottere, így aztán, mivel nagyobb forráskód, nagyobb állapottér, jóval nagyobb lehetősége van a megtévesztésnek. Voltak is egyébként olyan állapottartó csomagszűrő támadások. Pontosan nem tudom az évet, de úgy 6-7 évvel ezelőtt egy állapottartó csomagszűrőt úgy meg tudtak téveszteni, hogy fragmentált TCP csomagokból átvitte az adatokat a tűzfalon, és közben nem vette figyelembe, hogy azok TCP fragmentek voltak, és
félreértelmezte lényegében a benne lévő FTP parancsokat, és máshová nyitott csatornát a tűzfal, mint ahova kellett volna. Ezt mondanám azt, hogy a következő órára pontosan megmondom, hogy mikor volt, meg hogy mit értelmezett félre, de nem lesz következő óra, úgyhogy majd e-mailben megírom annak, akit érdekel. Jó, akkor egy picit most váltsunk slideshow-t. Csináltam egy nagyon-nagyon minimalista előadást az ebédszünetben, ami a netfilterről szól. A netfilter lényegében a Linuxnak az állapottartó csomagszűrője, és azért mondom, hogy érdemes megismerni, mert nem csak tűzfal, hanem attól sokkal több. Milyen jellemzői vannak? Hát a legegyszerűbb dolog, amit tud, az az, hogy az átmenő, a kimenő, a bemenő forgalmat tudja szűrni. Ezek lényegében, hogyha egy általános szerverről beszélünk, akkor minket leginkább a bejövő forgalom érdekel. Hogyha egy tűzfal jellegű rendszerről beszélünk, amelynél beszélhetünk egyáltalán átmenő forgalomról, ahol van két láb, ott az átmenő forgalmat lehet szűrni a rendszeren. Az utóbbi az nyilván egy tűzfal jellegű funkció, az előbbi az, ami miatt egyáltalán beszélek nektek a csomagszűrőről, hogy egy olyan védelmi réteget tudunk egy szerveren felhúzni, amely lehetővé teszi azt, hogy ha a rendszerünk véletlenül mondjuk egy felesleges MySQL szervert, vagy valamilyen hálózati szolgáltatást tartalmaz, ami mondjuk támadhatóvá válik, mert valamilyen biztonsági probléma derül ki vele kapcsolatban, akkor sem fogják tudni megtámadni a rendszert, hiszen mi a csomagszűrőben explicit módon leírjuk, hogy melyek azok a szolgáltatások, amiket mi tényleg akarunk nyújtani. Lényegében ez, tehát a csomagszűrő használata egy szerveren, az azzal a biztonsági alapelvvel van összhangban, hogy minél több védelmi réteget húzunk föl, annál jobban növeljük a biztonságot. Ahol csak lehetőségünk van rá, ott mindig be kell állítani az összes lehetséges biztonsági eszközt. A következő, hát, hogyha megnézitek majd a csomagszűrőnek a leírását, konkrétan, hogy a netfilter rendszer az milyen szűrési eszközöket ajánl nekünk föl, akkor látni fogjátok, hogy nem túlzás azt mondani, hogy az összes létező paraméter szerint lehet szűrni. Olyan szinten, hogy akár azt is megmondhatjuk, hogy noha nem elemezzük mondjuk a HTTP protokoll, de meg tudjuk azt csinálni, hogy bizonyos stringeket keresünk az adattartalomban, és hogyha megtalálunk egy stringet, akkor lebontjuk azt az adott kapcsolatot. El tudjátok képzelni, hogy ezzel lényegében egy nagyon primitív ilyen tartalomszűrő felépíthető. Csak tudni kell azokat a kulcsszavakat, amiket nem akarok átengedni a rendszeren. És természetesen az összes Ethernet, meg IP, meg TCP, meg UDP, meg mindenféle keretben lévő információk szerint lehet szűréseket csinálni. A következő alapvetően egy kibe és átmenő szűrő van a rendszeren, ez a alapértelmezet, de ezen túl készíthetünk saját szűrőláncokat, amelyeknek a segítségével mi bizonyos speciális feltételek mellett újabb szűréseket tudunk tenni a átmenő forgalomra, vagy a kimenő, vagy a bejövő forgalomra. Engedjétek meg, hogy ezt egy picit később majd alaposabban elmagyarázzam. Most egyelőre maradjunk annyiban, hogy saját láncokat tudok létrehozni. Elmondom, hogy miért. A következő, ami szintén nagyon praktikus, üzemeltetési szempontból, hogy nem egyszerűen szűrni lehet ezzel a rendszerrel, hanem lehet mindenféle NAT megoldásokat is használni rajta keresztül. Meg lehet csinálni a forrás és a cél módosításnak a különböző módjait. Ezzel nagyon könnyen meg lehet például azt csinálni, hogy egy darab IP címen van, de a belső hálózatomon van több száz gép, és én mégis szeretném használni mondjuk az internetet. Egy Linux segítségével ezt nagyon könnyen meg lehet csinálni, csak a Masquerade nevű ilyen forrásnak megoldást kell használni. Majd, ha akarjátok, erről egy picit bővebben is beszélek. Mindegy. Ez most nem annyira kritikus, a lényeg az, hogy NAT-olni lehet, és ez a NAT, ez lehetőséget ad arra, hogy minden olyan forgalom, ami át akarna menni a rendszerünkön, azt el tudjuk téríteni bárhová, ahová csak akarjuk, vagy hogyha
nem tudja a túloldal, hogy ez az IP cím ez létezik egyáltalán, mert mondjuk privát hálózati címeket használunk bent, akkor lehetőségünk van arra, hogy a forrás címet lecseréljük. Miért? Hogy visszataláljon majd a csomag. Hát mondjuk nem tudom, hogy láttatok-e már olyan hálózatot, ahol több különböző cégnek a hálózatai vannak összehúzva, és sokszor előfordul, hogy akár több hopon keresztül ugyanaz a hálózat rész van, újra és újra és újra. De mondjuk még egyszerűbb esetben is legalább kétszer ugyanazt a hálózat részt látjuk. Mondjuk mind a két esetben 192.168 kettes hálózat van. És akkor hogy lehet megcímezni a másik hálózatot, úgyhogy ne legyen probléma? Hát natalni kell, és erre kiváló lehetőséget ad nekünk a csomagszűrő. Illetve ez esetben ne is nevezzük csomagszűrőnek, inkább netfilternek. És ennek kapcsán egyébként az utolsó kis bejegyzésem az az, hogy táblái vannak. A netfilter az egyrészt szűrőként is használható, ez egy teljesen általánosan ismert tény, de ugyanakkor lehetőség van benne mindenféle ilyen extra csomaggal végrehajtható varázslat végrehajtására. Erre használhatók a táblák. Majd mondjuk egyet azért már fogok mondani. A következő szlájdon igyekeztem kicsit ilyen képszerűbben megmutatni, hogy hogy is működik ez az egész. Alapvetően a szűrők, ez egyébként a filternek táblának a része. A szűrők azok három ilyen szűrőláncot tartalmaznak. Ez a három alapértelmezett szűrőlánc a bejövő kapcsolatoknál az input szűrőlánc van, a kimenőknél az output szűrőlánc, és az átmenő kapcsolatoknál pedig a forward. Tehát, ha van egy egylábú rendszerem, mondjuk egy szerver, akkor ott a bejövő kapcsolatokat azt mindig az inputban fogom látni, a tőlem induló kimenő kapcsolatokat azokat mindig az outputban fogom látni, és hogyha van egy több mint egylábú rendszer, egyébként több mint egylábú már az is, hogyha például van nekem egy WLAN végződésem a Linuxon, akkor az ugye egy külön hálózati interfészként fog megjelenni a rendszerem. Hogyha nekem van egy VPN végződésem, az is egy külön interfészként fog megjelenni. Hogyha van egy WLAN-om, meg egy Ethernet lábam, akkor az két láb. És még sorolhatnám hosszasan, tehát manapság már nagyon könnyű, hogy több lábú legyen egy rendszer. Azok között a hálózati átvitel esetében, hogyha az egyiken bejön egy csomagforgalom, és a routing tábla azt mondja, hogy azt a másik felé el kéne küldeni, és a kernelben engedélyeztem az IP forwardot, akkor az az átáramló forgalom, az pedig a forward chainben, tehát a forward láncban van szűrve. Ez a három alapvető lánc. Ebből egyébként, ha szervert akarok védeni, akkor a legfontosabb nekem az input. Hogyha tűzfalam van, akkor pedig az input és a forward. Mind a kettő. Hiszen tűzfal esetében a legtöbbször vannak lokális szolgáltatások is, amelyek valamiféle proxy szolgáltatások. Például tipikusan egy tűzfalon szokott lenni DNS-szerver. Egy proxy DNS-szerver. A belső hálózatnak őt állítjuk be DNS-szervernek, és ő pedig kifelé kérdez. És ilyesmi. Tehát neki is vannak speciális szolgáltatásai. Jó, akkor most nézzük meg egy akármelyik chain ezek közül, akármelyik lánc, az újabb saját láncokkal bővíthető ki. Ha saját láncokkal bővítem ki, akkor lényegében az történik, hogy a szabálylánc a szabályokból áll, amelyek valamilyen feltétel szerint elterelik a csomagoknak az ellenőrzését, és ebben az esetben, hogyha megadok bizonyos feltételeket és beterelem a csomagot az első chainbe, akkor ott újabb feltételeket tudok rátenni. Ez az egész olyan absztraktul hangzik, hogy valószínűleg nagyon nehéz így elsőre felfogni, de megígérem nektek, hogy hamarosan teljesen tisztává fog válni, mondjuk 40 órán belül. Oké? Addig maradjunk annyiban, hogy vannak fix szűrőláncok, és azokból saját definiálású szűrőláncokba tudom átterelni a forgalmat. Mit jelent az, hogy szűrőlánc? Minden egyes lánc szabályokból áll. A szabályok, én még sose értem el a limitet, valahány darab szabályból állnak. Minden egyes szabályban, tehát egy-egy szabály úgy néz ki, hogy vannak benne szűrőfeltételek, és vannak benne akciók. Illetve pontosabban egy darab akció van benne. A szűrőfeltételek azok lényegében az összes a rendszer által ismert paraméter vizsgálatára épülnek. Mondok egy ilyen példát. A csomagvizsgálatakor azt mondjuk, hogy ha a forrás IP cím
az abból a hálózatból van, hogy... Értitek? Meg tudok adni neki egy hálózatrészt, ha abba beleesett a forráscím, akkor csinálok majd valamit. Hogyha a protokoll TCP, akkor csinálok valamit. Hogyha a protokoll TCP és a port, mondjuk a célport 25, akkor csinálok valamit. Ezek a szabályok egyébként szépen összerakhatók, és lényegében ilyenkor egy ilyen összeéselés történik, vagy magyarul az összes feltétel, amiket én leírok, azok ha egyszerre teljesülnek, akkor fog végrehajtódni az a bizonyos akció, ami a feladata a szabályok, annak a bizonyos szabálynak. Egy akció, az hát négy dologról szeretnék beszélni. Az első, és elég triviális az az, hogy eldobom a csomagot, nem, nincsen rá szükség, ez nem szabályos forgalom. A másik, szintén elég egyszerű, kitaláljátok, engedélyezem a csomagot, innentől a vizsgálatnak vége, ez a csomag mehet. Viszem tovább ott a másik interfészen indul kifelé. Nagyon parasztosan fogalmazva, nem egészen ez történik, de mondjuk rá. És a másik kettő, amiről még beszélni akarok, sokféle akció van egyébként, de az egyik az, amiről még beszélni akarok, hogy log. Ebben az esetben folytatódnak a vizsgálatok, de most a syslogba belegolom, hogy ezzel a forráscímmel, ezzel a forrásporttal, ezzel a célcímmel, ezzel a célporttal most jött egy csomag, és azt én belogolom. És a negyedik, amiről szeretnék beszélni, az pedig összefügg a saját chainekkel, ott konkrétan át lehet adnom a vizsgálatot egy saját chainbe. Oké. Ez a chain, ez lényegében olyan, hogyha programozott valaki, mint egy függvényhívás. Abban újabb vizsgálatok fognak majd lezajlani, és a végén vagy visszatér ugyanide a vizsgálat, ahonnan elindult, vagy pedig, hogyha ott valami explicit akció történt, például eldobtam a csomagot, vagy engedélyeztem a csomagot, akkor értelemszerűen az történt, és akkor nem megy tovább. Na, még mielőtt belefolyunk abba, hogy hogy néz ki ennek a konkrét használata, akkor most megint váltsunk slideshow-t. Most szeretném elmagyarázni azt, hogy mi végre vannak ezek a édes Isten. Bocsánat. Visszaugodott. Hát igen. Shift F5. Az F5-tel mindig előről kezdi a vetítést. Na, szóval a következő dolog, amiről beszélünk ilyen, az az egésznek a működési elve, hogy hogyan lehet tűzfalat csinálni, úgy egyáltalán bármiből. Hát alapvetően nem a gombhoz veszük a kabátot, hanem van egy szabályrendszerünk, amit szeretnénk valamilyen szoftverrel érvényesíteni. Az első lépés az az, hogy le kell írnunk, hogy mit szeretnénk csinálni. Mi az a biztonsági követelmény, amit be akarok tartatni a hálózatomon. Ehhez kell csinálnom egy ilyen hálózati határvédelmi tervet, és ennek a hálózati határvédelmi tervnek, hogyha én most engedjétek meg, hogy villámgyorsan, Jézus, villámgyorsan elérkedjek a végére, igen, tehát a határvédelmi terv az úgy fog kinézni, hogy különböző hálózatok között meghatározom, hogy milyen forgalmak mehetnek át, de mivel azt mondtam, hogy egy valós tűzfal az valójában sok lábbal rendelkezik, és az egész olyan bonyolult, hogy így nagyon nehéz átlátni, ezért aztán azt javaslom mindenkinek, hogy használja az én praktikus módszeremet, legyen az, hogy akárhány lábú a tűzfal, mindig definiáljunk annyi darab virtuális tűzfalat, ahol valódi hálózati forgalom engedélyezett, és minden ilyen virtuális tűzfal az legyen mindig pontosan két lábú, és mindig az egyik irányból menjen a másik irányból a forgalom. Ez mit jelent? Azt, hogyha van mondjuk egy négy lábú tűzfalam, akkor lábanként definiálhatok kettő darab ilyen virtuális tűzfalat, és minden egyes minike virtuális tűzfalon csak azzal a forgalommal kell törődnöm, hogy innen oda menő hálózati forgalmak, semmi más. Ezt higgyétek el, hogy egy sok lábú tűzfalnál a konfiguráció szempontjából rendkívül praktikus. És akkor most visszatérünk oda, hogy mi végre vannak azok a szűrő, saját definiálású szűrő láncok. Hát hogyha megcsinálom azt, hogy
először is szétválogatom a forgalmat úgy, hogy az egyik lábra jön és a másik lábra megy, akkor bedobom az egyik saját chainbe, az egy darab virtuális tűzfal lesz, ez a chain, és az lesz a neve, hogy intranet internet. A következő, hogyha a DMZ lábra jön és az internet felé megy, akkor bedobom egy olyan chainbe, DMZ internet. Világos? Így lényegében szétválogatom a forgalmat sokkal kisebb egységekre, és innentől kezdve százszor egyszerűbb lesz leírva a hálózati szabályrendszeremet, mert minden esetben csak ezt a picike kis részt, konkrétan két darab hálózat közötti forgalmat kell szabályoznom. Hát ezért praktikus az, hogyha én saját elnevezésű szűrőláncokat tudok csinálni, mert ezzel lényegében egy nagyon könnyen átlátható csomagszűrőrendszert tudok készíteni. Innentől kezdve egy akár nagyon soklábú, nagyon bonyolult tűzfalnak a szűrőrendszere is szétbomlik. Lényegében egy-egy ilyen virtuális tűzfalon csak néhány darab forgalom lesz. És nem fogunk belekeveredni abba, hogy de akkor hogy is volt, hogy itt most korábban átengedtem a 80-as portra a forgalmakat, aztán utána aki admin hálóról jött, azt nem tudom mit csinálni. Tehát így iszonyatosan el tud bonyolódni egy ilyen rendszer, hogyha nem próbálom meg valahogy leegyszerűsíteni. Na, ennyit az általánosságokról, és akkor most még egyszer térünk vissza konkrétan a netfilternek a beállításaira. Az a helyzet, hogy nagyon sokan úgy használják a netfiltert, hogy az EPTables-nek nevű parancsoros eszközzel beállítatják a beállításait. Ez nagyon praktikus, csak az a helyzet, hogy több súlyos probléma is van vele. Az egyik az, hogy az EPTables az egy darab parancsori program, ami egyszerre mindig egyetlen egy darab szabályt tud bevinni. Akkor az összes olyan pillanatban, amíg nem jutottam el a legutolsó szabálybeviteléig, addig inkonzisztens lesz a tűzfalam. Gondoljátok csak el, akkor konzisztens a tűzfalnak a szabályrendszer, amikor minden szabály bent van. Világos? Tehát, hogyha akár csak egy nincs bent, mondjuk az, hogy a legutolsó, mondjuk a forwardnak a legutolsó szabálya az, hogy minden más drop, hogyha ez nincs bent, akkor a tűzfalam az nem működik teljesen. És vannak olyan másodpercek egy újraindításkor, amikor másodpercekig át tudnak menni a tűzfalon a forwardnak. Ez nagyon rossz. Erre egyébként lehet azt a megoldást csinálni, hogy úgy kezdem a csomagszűrő betöltését, hogy betöltök először a nulladik pozícióba egy dropot, utána betöltögetem a szabályrendszeremet, és utána kidobom a dropot. Ez egy jó megoldás, de nem igazán praktikus, mert az ember véletlenül elrontja, nem jól csinálja meg, és nem jól működik. Erre van egy sokkal egyszerűbb megoldás, majd arról mindjárt beszélek, de először beszéljük erről az elemi megoldásról, az IPTables parancs, amivel a netfiltert lehet piszkálni. Ez lényegében azt teszi lehetővé, hogy a különböző táblákban lekérdezéseket tudunk csinálni, meg tudjuk csinálni azt, hogy saját ilyen szűrőláncokat hozzunk létre, illetve a szűrőláncokhoz hozzá tudunk rendelni szabályokat, és ezzel lényegében fel tudunk építeni egy teljes szűrőrendszert. Ahogy látjátok, én most kiemeltem néhány fontosabb alapvető opciót. Ezek az opciók, ezek azt mutatják meg, hogy hogyan lehet lekérdezni, hozzáadni, kitörölni szabályokat, és policy-t beállítani, és így tovább. De ez még csak egy nagyon-nagyon kicsi töredéke a rendszernek. Tudnélik, az IPTables, ahogy mondtam is korábban, szabályokat szúr be, ezért aztán ehhez most hozzátartozna 48 olyan slide, ami leírja, hogy hogy néz ki egy szabály, tehát milyen szűrőfeltételeket lehet hozzátenni a szabályokhoz, és utána meg kellene néznünk azt is, hogy milyen akciókat lehet hozzárendelni. Én azt szeretném, hogyha megelégednétek most azzal, hogy lehet forráscím, célcím, forrásport, célport, MAC address és hasonló információk szerint szűrni. Lényegében minden információ szerint, amit el lehet érni egy ilyen hálózati csomagban. Ezeket rátok bíznám, hogy az IPTables MAN-ban nézzétek, majd nyilván a hálózat vagy a házi feladatban majd lesz olyan feladat, hogy állítsatok össze néhány olyan szűrő kifejezést, amit majd előre definiálva a pontos feladatát.
És tehát egyrészt a szűrőket is meg kell ellenéznünk, és meg kell ellenéznünk az akciókat is. Ebből viszont elmondtam a négy legfontosabbat: drop, accept, lock, illetve a jump, ami egy bizonyos saját magunk által készített chainre dob minket. Ja igen, egyébként elfelejtettem, ilyen virtuális paramétereket is lehet szűrni, ami egyébként korábban néhány mondattal ezelőtt elhangzott, csak implicit módon ezért elmondom újra. Lehet az alapján is szűrni, hogy melyik lábról érkezett a csomag, és melyikre akar majd távozni. Forward esetében ez mind a kettő értelmezhető, outputnál csak a merre akar távozni, inputnál meg csak a honnan érkezett. Ez ugye elég világos. Oké. Egy kis színes, nekem érdekes volt, lehet, hogy ez így általában az embereknek nem olyan érdekes. Nagyon sokszor próbálják úgy megtéveszteni a tűzfalakat, hogy szabályos IP címet vesznek föl, és elindítanak egy csomagot vagy egy kapcsolatot, amely keresztül menne a tűzfalon, egy szabályos IP címmel és egy szabályos cím felé, csak nem azon a lábon érkezik be a csomag, ahol kellene. Hát az ember, mondjuk támadó, nem tud az adminisztrátori zónába bejutni, nem tudja ott bedugni a laptopját a falba, hanem egy másik hálózat részről hamisítja azt az IP címet. Ezt egy nem jól felkészült tűzfaladminisztrátor átengedi az ilyen csomagot, mert azt nézi csak, hogy mi a forrás cím, mi a célport, vagy a célcím. Az ügyes adminisztrátor, aki az előző módszert használja, amit mondtam, az először device-ok szerint szétdobálja a csomagokat, és már eleve nem történhet meg abban a chainben, hogy mondjuk admin intranet, abban nem lehet olyan csomag, aminek a forrás címe az az, hogy. Ezért aztán el fogja dobni azt a csomagot természetesen. Az az igazság, hogy itt is, mint általában mindenféle informatika biztonsági témánál, az a jó megoldás, hogyha a lehető legnagyobb ellenőrzést tesszük a rendszerben, tehát minden egyes csomagot az összes létező ismert paraméter szerint szűrni kell, akkor biztos, hogy nem fogunk mellé fogni. Oké? És akkor engedjétek meg nekem, hogy elmondjam, hogy szerintem mi a jó megoldás. Noha egyébként ezt sajnos nagyon kevesen szokták használni. Általában azt, ahogy mondtam, ilyen kis jelszkripteket írnak 1 millió IPT-bus parancsal, ami baromi lassú, és még ráadásul rossz is. Tehát így kellemes a hasznossal. Az a helyzet, hogy ha valakinek volt már olyan tűzfala, amiben mondjuk 5000 darab szabály volt, akkor azt tudja, hogy egy 5000 szabályból álló csomagszűrőt úgy betölteni, hogy IPT-bus, az bizony jó pár másodpercig eltart, rossz esetben akár fél percig is. Helyette itt van ez a kiváló eszköz, IPT-ből Save, illetve IPT-ből Restore, amely az egyik az aktuális csomagszűrő teljes beállítását le tudja menteni egy könnyen szerkeszthető szövegfájlba, és a másik pedig az vissza tudja tölteni elemi műveletként. Magyarul nem az történik, hogy kiadja 5000-szer az IPT-ből parancsot, hanem fogja, benyalja az egész konfigurációt, egy tömbben szépen beteszi a kernel memóriájába, és utána azt mondja, hogy commit. Oké, és akkor nem kerül inkonzisztens állapotba a csomagszűrő. 1 milliószor gyorsabb, mint hogyha shellscriptben írnánk 5000 darab IPT-bus, és ráadásul még van egy praktikus tulajdonsága, hogy egy nagyon könnyen szerkeszthető szövegfájlban kapok egy konfigot, megmutatom, hogy hogyan néz ki egy ilyen konfig. Van egy kis mintám. Először nézzük meg a otthoni gépre szánt mintát. Ez a kimenete az IPT-ből Save-nek. Látszik az, hogy van benne, ebben az esetben, mivel semmi más táblában nem voltak szabályok definiálva, ezért aztán csak a filter tábla van itt láthatóan. Az a csillag filter az azt jelenti. Utána látszik, hogy milyen chain-ek vannak, milyen szűrőláncok. Látszik, hogy itt kizárólag a 3 darab default van, és látszik azt, hogy kizárólag az input chain-en van 4 darab szűrőfeltétel, szerintem eléggé magáért beszélnek ezek. Azt mondja, hogy az in-interface low, akkor accept. Tehát, hogyha 127.001-en kavarog valami csomag, azzal nem foglalkozunk, az biztos nem támad meg minket. A következő csomagszűrő, de állapottartó. Úgyhogy van egy olyan lehetőség, hogy state, állapot, egy olyan match, egy olyan szűrés,
milyen állapotok azok, amiket szeretnék elfogadni, established meg related. Mit jelent ez? Az established az minden olyan csomagra illik, amely egy már felépült kapcsolathoz kapcsolódik. Azt ugye mondtam, hogy az állapottartó csomagszőröknek van egy ilyen táblázata, abba szépen bejegyzi, hogy ez a gép azzal a géppel most beszélget. Hogyha egy olyan csomag érkezik, ami egy már létező beszélgetéshez tartozik, akkor egyszerűen azt mondja, hogy ennek a state-je az az, hogy established és kész, és mehet. A következő, az pedig a related. Ez meg szintén az állapottartó tulajdonsággal adódik, és azért, mert bizonyos speciális protokolloknál vannak kiegészítő ilyen funkciók, például az FTP-nél. FTP esetében a datacsatornának az első csomagja az nem established, hanem az related egy már létező command csatornához. Emlékeztek, hogy mit mondtam? Hogy a parancs csatornán megbeszélik, hogy milyen csatornán fognak adatokat cserélni, és utána felépítik azt a kapcsolatot is. Na, ez a második kapcsolat, ez már a related kategóriába fog kerülni. Innentől kezdve látszik az, hogy egyrészt minden már felépült kapcsolathoz tartozó csomagot lényegében az egész szűrésnek a legelején már átengedte, tehát nem kell egy csomó felesleges vizsgálatot végezni, sokkal hatékonyabb lesz a rendszer. És a másik dolog pedig az, hogy a speciális protokolloknál, amik több hálózati kapcsolatot is kezelnek egyszerre, ott ez lényegében le fogja kezelni. És utána következik egy minden feltétel nélküli log, az azt jelenti, hogy nem is foglalkozok vele, hogy honnan jött, hová megy, nem érdekel, akármi, ami érkezik az én interfészemre, az már csak valami gyanús dolog lehet, lelogolom, és utána a végén mi történik? Erről még nem beszéltem, hogy mind a három chainnek, mind a három szűrőláncnak van egy default actionje, tehát egy ilyen alapértelmezett akció, az ott fent látszik, le van írva, hogy az invert és a forward az drop. Magyarul, ha ezt így betöltitek a Linux alapú desktopotoknak a csomagszűrőjébe, ez azt fogja okozni, hogy ti bármilyen kapcsolatot tudtok kezdeményezni, azok az outputon szépen ki fognak menni, visszajönni, az inputon be tudnak, mert már established meg related-ek lesznek, viszont hogyha kintről megpróbál bárki kapcsolódni bármilyen szolgáltatásokra, akkor logolódik és dropolódik. Tehát ez egy teljes ilyen personal firewall megoldás, Linuxos megoldással. Hogyha valakinek a telefonján Android van és rootolt, akkor fel tud rá tenni IPTB-t és meg tudja ezt csinálni. Ha ezt nem teszitek meg, akkor mivel a telefonotok azok mind a mobilhálózaton valódi IP címmel rendelkezik, és mivel nincs rajta csomagszűrő alapvetően, ezért ha figyel rajta valami szolgáltatás, ami meg csak attól függ, hogy van-e olyan szoftver, ami figyelni akar, akkor onnantól kezdve fel lehet törni rajta keresztül a telefont. Jó, és akkor most nézzünk egy picit összetettebb csomagszűrő beállítást, és már annyi lesz a vége. Ez pedig egy ilyen Pindurka cégnek a csomagszűrője lenne. Itt már látszik, hogy egy néhány darab saját definiálású láncom is van, és látszik, hogy pontosan úgy van, ahogy elmondtam nektek. A kicsi virtuális cégemet úgy képzelem el, hogy a tűzfal körül vannak hálózatok, amelynek a nevei LAN, DMZ, INET és ennyi. Ez a három hálózata van, és ezek között a hálózatok között fogok én majd definiálni szűréseket. Nézzétek csak meg, hogy néz ki a konfiguráció. Az első low interface-t azt hagyjuk. Az ugye a számítógépen belüli forgalom az nyilván nem okoz nekünk biztonsági problémát. Utána itt is az a következő, hogy established related except, minden, ami már engedélyezve volt, az mehet, és utána következnek azok, hogyha a beérkező interfésze az INET, akkor az az INET IN beérkezik be, ez ugye egy helyben érkező szolgáltatás. Abban az esetben, ha a DMZ-ben például van egy SMTP szerverem, vagy van egy webszerverem, akkor a DMZ-ben lévő privát IP címeket, azokat nem tudom az internet felé
láthatóvá tenni, onnan nem lehet elérni. Úgyhogy a DMZ-ben lévő szolgáltatásokat, azokat a tűzfal külső lábának az IP címén fogják megszólítani. Tehát ez az input interfészen fog bejönni. Látjátok, hogy az input chainben van ez a beérkező kapcsolat. Ezek érkeznek be az inetinbe, és az inetinben tudjuk például a DMZ-be belökni a 80-as portra érkező kéréseket. Hogyha nálunk van az SMTP szerverünk, akkor a 25-es portra érkező kéréseket bedobjuk a DMZ-be a levelező szerverre. A következő, itt a három lábra megcsináltam a lokális szolgáltatásokra a chain-t, aztán majd nyilván minden egyes lábra meg kell mondanom, hogy ott valójában mit akarok szolgáltatni, és végül minden más logolok és droppolom. Oké, és akkor utána következik az egyik chain-nek a leírása, az inetin. Látszik, hogy kb. Azt csinálja, amit mondtam, hogyha a bejövő kapcsolat TCP protokoll, és a destination port az SMTP, ez a 25-ös port, akkor mit csinálok vele? Minus jump DNAT. Erről beszéltem, de még így konkrétan nem néztük meg. Tehát nem csak filterezni lehet, hanem azt is lehet mondani, hogy a DNAT legyen a target. Ez azt jelenti, hogy a destination-t meg fogom változtatni, hiszen jön egy bejövő kapcsolat a tűzfal külső lábának IP címére, és én ezt a DMZ-ben lévő SMTP szerverre át akarom lökni, tehát a destination IP címet meg fogom változtatni, látszik 192.168.1.5-re, ez a DMZ-ben lévő SMTP szerverem. És ezt automatikusan visszafele is meg fogja csinálni nekem a rendszer, egyszer megdénatolom a hálózati kapcsolatot, és onnantól kezdve a visszajövő csomagokat ő visszafordítja szépen. És a kinti szerver azt hiszi, hogy ő egy SMTP szerverrel beszélget közvetlenül, holott valójában a tűzfal szépen átalakítja neki a kapcsolatot. És még talán egy kis forward is van itt az alján, hogyha igaz. Igen. A forwardnál ugye már két lábanként dolgozunk, mert ugye átmenő kapcsolatra van szó. Tehát látjuk azt, hogy a source és a destination meg van határozva. Emlékeztek, mit mondtam, hogy nem szabad azt hagyni, hogy egy olyan lábról jöjjön egy IP, egy csomag, ahonnan nem is lenne neki szabad. Tehát megmondom neki, hogy a destination... Várjunk csak. Ja, bocsánat, kicsit lejjebb néztem, elnézést. Tehát először az első része, a szétválogattam a hálózati kapcsolatokat, interfészek szerint, in-interfész LAN, out-interfész DMZ. Nem tudom, egyébként beszélte nektek Zahi arról, hogy át lehet nevezni a hálózati interfészeket. Volt erről szó? Ez néha nagyon praktikus, úgy sokkal könnyebben lehet értelmezni, mint azt, hogy RTH0.1.2.15. Tehát a lényeg az, hogy ha átneveztem, akkor onnantól kezdve így fog kinézni. In-interfész LAN, out-interfész DMZ, akkor az egy olyan chainbe dobom, hogy LAN DMZ. Ugye, hogy milyen egyszerű értelmezni? És utána ennek a leírása meg LAN DMZ, nézzük, milyen forrásról, milyen célra megy, TCP, a Destination Port Imax, tehát az a titkosított változat a levéllekérdező protokollnak, akkor engedélyezem. Ez mit csinál? Az első, az ugye lehetővé teszi, hogy a LAN-ról a levelező szerverről lekérdezzék a userek a leveleiket, a második lehetővé teszi, hogy a LAN-nak egy bizonyos IP címéről, ez a 10.1.1.4, elérjék SSH-n keresztül az SMTP szervert, és a következő az pedig szintén a LAN egy másik gépéről SSH-n keresztül a levelező szervert. Gondolom, hogy ez a két gép, ez a lokális hálózaton az adminisztrátoroknak a desktopja. Tételezzük fel. Jó? Tehát nagyjából így működik, ez alapján azt gondolom, hogy mindenki már el tudja képzelni, hogy hogyan lehet felépíteni az egészet. Lényegében ilyen kis primitív, egyszerű egységekből összeépítjük az egész tűzfal konfigot, és utána semmi más dolgunk nincs, mint amikor egy bizonyos konkrét hálózati átmeneti forgalmon változtatnunk kell, csak azt a picike részt kell megnéznünk, ami arra vonatkozik, és nem fogunk belekavarodni, hogy van egy 8000 soros konfigunk, és képtelenség megtalálni benne, hogy hova kéne beleírni valamit.
mi az, amit még el kellene mondanom? Én azt gondolom, hogy most nagyjából ennyi. Egy dolgot szeretnék, hogy amit előzőleg desktopként írtam le, mint desktop konfiguráció, az lényegében szervereknél is pontosan ugyanígy néz ki. Azt annyi különbség van, hogy amit az előbb ugye láttátok, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon egyszerű kis konfiguráció van, ami csak a kimenő kapcsolatokat engedi vissza, ezt kell majd azzal kiegészítenünk, hogy az inputnál nyilván egy szervernél vannak elérhető szolgáltatások, például az SSH, és azon kívül meg mondjuk egy webszerver, mondjuk egy adatbázis szerver, vagy valami, azt a bizonyos portot beengedjük. És ezzel, hogyha szükség van rá, hogy valamilyen tesztokból, vagy egyéb például egy Nagios szolgáltatást elérhetővé kell tennünk azon a gépen ott lokálisan, feltehetjük, és akár még az is lehet, hogy a külső lábon figyel, de a csomagszűrő nem fogja beengedni a felhasználókat, és nem tudják elérni azt. Ennyi, ezzel kapcsolatban most ennyit szerettem volna mondani.